Juhász Péter boldogan elfogadna pénzt Soros Györgytől, ezt a polgármesternek készülő politikus mondta a Magyar Hangnak. Juhász Pétert Bajnai Gordonról is kérdezték, akiről úgy fogalmazott, hogy sosem tagadná meg. A beszélgetésben Juhász Péternek ekkor jutott eszébe Soros György és a pénz, amit elfogadna tőle. Sorostól is boldogan fogadnék el pénzt, ha egyébként finanszírozna itt bármit Magyarországon. Sorostól boldogan fogadna el pénzt, erről a magyar hangnak beszélt Juhász Péter a napokban. Az ötödik kerületben polgármesteri tisztségért induló politikust kérdezték Bajnai Gordonnal fenntartott kapcsolatáról is. Erre azt mondta, az elmúlt öt évben egyszer beszélt a volt miniszterelnökkel, de ezen szívesen változtatna. Bocsánat, de én, ha üzelték, neki, boldogan beszélnék vele, tehát ez nem hogy... <síns> <és nem, síns> egy mert én nagyon tisztelen becsülöm és szeretem. Juhász Péter ezen a ponton tért át Soros Györgyre. Azt mondta, nem tagadná meg Bajnai Gordont, és a milliárdos spekulánstól is szívesen elfogadna pénzt. A világért nem tagadnám meg, tehát ez nem, sőt, másképp mondom, Sorostól is boldogan fogadnék el pénzt. Juhász Péter szívesen elfogadná Soros Györgytől a dollárokat, ezt írta az interjú után az Origó. A portál rámutat, figyelemre méltó, hogy Juhász Péternek a dollár baloldal egyik kulcsemberéről egyből Soros György jut eszébe, beismerve azt, hogy a spekuláns és a bukott miniszterelnök között szoros kapcsolat van. Juhász Péternek valamiért bajnai emlegetve egy soros György pénze jutott eszébe, ezt pedig már a Mandiner írja. Alap kifejti, nem ez az első eset, amikor fényderül a volt kormányfő és a dollármilliárdos spekuláns kapcsolatára. Köztudott ugyanis, hogy a volt baloldali miniszterelnök egykori államtitkárán, Korányi Dávidon, vagyis az általa vezetett Action for democracy keresztül érkeztek az amerikai pénzek a magyar ellenzék 2022-es kampányába. Még júniusban is érkezett az action több mint 400 millió forint. A guruló dollárok botránya kapcsán a titkosszolgálati vizsgálat már kiderítette. A baloldalnak összesen több mint 4 milliárd forintnyi támogatást küldtek külföldről. Ennek nagy része először Márkizai Péter mozgalmához került. A Mandiner rámutatott, a guruló dollárok nagy része pedig pont a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó Datadat cikkhálónál kötött ki. A titkos szolgálati jelentés szerint az amerikai támogatások végső kedvezményezetje a Datadat csoport és az Orákulum 2000 KFT volt. A két cég összesen 3,5 milliárd forintot költött el a kampányban. A mostani kampányában is segít önnek a Datadat? Igen, segít nekünk adatodat. A Mandiner leszögezi. Juhász Péter elszólása is azt támasztja alá, hogy Bajnai Gordonnak kitüntetett szerepe lehet a magyar baloldali ellenzék és Soros György kapcsolatában.